Ez a harmadik International Event, célja harmadszor is ugyanaz, kicsit kibővülve. Az egyetemen lévő magyar és külföldi hallgatókat hozza egymáshoz közelebb. Különböző programokon keresztül megismerjék egymás kultúráját, szokásait, és a közeljövőben még inkább egy egységes közösséget alkossanak. 3 órától kezdtünk egy konferenciával, ami angol nyelvű. Itt 2 előadónk volt Brüsszelből és egy az Amerikai Egyesült Államokból. Különböző témákat érintettek, melynek a legfontosabb része az az, hogy az egyetem mellett és az egyetem után is akár milyen önkéntes munkák vannak, illetve ha valaki külföldre szeretne kimenni az Amerikai Egyesült Államokba vagy Európába, akkor ezt hogyan teheti meg. Itt, ha körbenézünk, akkor látjuk azt, hogy a Debrecenben lévő különböző kulturális egyesületek standal jelentek meg, így az Alliance Francaise, a Deutsches Kulturforum és az American Corner is képviselteti magát, ezen kívül pedig a külföldiekkel foglalkozó diákszervezetek is képviseltetik magukat, így az Ézsé Debrecen és az ISEC Debrecen is. Itt oldalra tekintünk, akkor megláthatjuk a sztereotípiák falát, ahol az egyetemről, vagy az egyetemen tanuló különböző országból érkezőknek a pro és kontra mondatait olvashatjuk el a falakon, hogy az adott mondjuk nem abból az országból érkező hallgató mit gondol arról az országról, milyen szokásaik vannak, és a másik oldalon pedig egy abból az országból érkező hallgató írja meg, hogy ez valóban igaz, vagy sem. A Café Talkon belül brazil és mexikói cseregyakornokok segítségével ismerhetjük meg ezeket a kultúrákat, mint ahogy a háttérben is láthatjuk, óriás társasjáték is megtalálható. Itt a különböző országoknak az érdekességeit ismerhetik meg, illetve fel kell ismerniük a játékosoknak, és ezáltal egy interaktív játékban vehetnek részt. Az est szervezője a DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság, a főszervezője, de az Ézsé Debrecen és az ISEC Debrecen szintén szervezői ennek a rendezvénynek. Did you hear about this event? It was sent to my mail, like the mailbox, and then I was told that there was an international event by Hassani Andre. Like, I think that's her name. Yeah, so. And then I got to know about the event and then I tried to find my way here. And is this the first time you are participating? Yes, actually first time I'm participating, though I've been to an international event that was in Lovado. Nakasha campus. Are you having a good time? Yeah, it's actually interesting, yes. Like, get to see different cultures and all and different things to do. It's actually interesting. So, where are you from? From Azerbaijan. How did you learn about this event? Where did you hear about it? You mean for how I came to here? Just my friend came here first and he said to me, I was studying in Turkey in a university. He said, just come to Hungary, it's so good place. And you can communicate with the foreign students, foreign people, and the university is so good, and I came like this. Even it's my first time that I'm participating. Normally it's my second year. I was indifferent. That, for example, it was some months ago, the kind of opening semester party, I was at there also. It almost was the same party like this. My girlfriend, she's working in here also, and she said to me that there's event, come to here, and I came like this. Yeah. Most of foreign students, I know most of them, and I'm good in here. East.